Na, hiányoztam? Na, sziasztok, én is igen vagyok, és ebben a videóban, hát itt vagyunk a Hello szomszédban. Hisz, folyamatosan kéri egy osztálytelt, hogy legyen már videó. Hello, és hát Hello bácsiról. Elnézést, nem akarok csúnyán beszélni, de akkora a monitor, hogy nagyon nagy. Igen. Akkora a monitor, hogy nagyon nagy, mert kaptunk egy új monitor, vagyis hát kaptunk, igen, kaptunk egy új monitor, ami tök jól működik. Hát igen, működik. Na, szóval, valahogy, ugye én Bazsival, nem ismeritek, Gamer 03, az ugye mondta, hogy hogy itt be, jelen itt, a felfordulós, ahol fel van fordulva az a minden, majd ott kell valamit, igen, hogy ott kell valahogy majd betörni az ablakot, aztán majd jönni fog az a csóka, elvileg. Ja, igen. Ajjajjajjajj. Már megijedek a saját árnyékodból is? Fasza. Jó. Most be kell törni. És elvileg jön ez a csóka. Most várunk arra az emberre, aztán majd visszavegyünk valamikor, hát várunk egy kicsit. Hallom az irritáló hangot, gyerekek. Gyerekek, félek. Az miért nyílt ki magától? Úgy, gyerekek. Én inkább kimegyek innen, mert annyira félek, hogy nagyon. Viszont tesztelek valamit, hogy beviszom a... Mi a fasz? A házamba a kalapácsot is letesszük oda. Az akkor jó, és... Oj! És most miért elfogadjuk magunkat, hogy meg fog maradni. Igen. Aha, igen. Nézzük csak. Igen, megmaradt. Jó, hát akkor ide... Hopp, este van. Ide, amilyen cuccokat behozunk, akkor... Miért van? Miért van este? Alszok, és akkor este van. Itt ez a nagy geci. Ugye? Hát... De azt hogy fogod meg, ha mellé nyúlt, bazze? Itt van még a izé? Hát nincsen, hát egyértelmű. Meg geciség, kibaszás. Mert ugye a játékkészítők így gondolták, hogy ez így jó lesz. What? Azt láttátok? Azt a kurva életet! Hogy a jó kurva ajánlott basztál meg! Azt a kurva! Mi a fasz, megy le ide! Úristen!
Gyerekek, én összefosom magam. Egyébként valaki azt írta, vagy azt mondta, nem tudom, vagy írta, vagy mondta, hogy... Hogy valahogy be lehet bújni az ágy alá, és be tudsz... azt hiszem, itt menni, az nem ott, itt... Mi? Aha. Amúgy itt már át valakit van. Azt a kurva élet, bazd meg! Ó, elnézést kívánok a csúnya szóért, de hát én nem szeretnék káromkodni, csak egy kicsit. Amúgy nem szeretnék káromkodni, mert káromkodni csúnya. Vagy hát nem, ja, nem tesz jó. Vagy hát ne, na. Ah, azért. Na már, mit mondtam magam, amikor lesz már nappal. Úgy át tudunk menni szomszédokhoz, nem? Egyértelműen. Hülye játék ez, miért is? Miért is tudnák átmenni a szomszédhoz? Várjál, most tesztelek valamit. Várjál, hozzuk a fűnyírót. Hogy itt, várjál. Ide tesszük. És... Szólunk neki, hogy itt a fűnyíród vagy valami. De bazd meg! Hogy... Nem értem. Hogy... Hogy... Mondanád neki, hogy itt a fűnyíród, bazd meg, tessék, erre elkap. Mert egy érthetetlen szar. De írok le. Az meg, de profi vagy. Nézzük, így elekap. Hogy ott a szék. Hát... Fassa. Vezdek az előző részben a kocsit a tejéről, nem tudtál volna elkapni, bazze? Öcsém, ezt a kibaszást. Felállsz az postaládára. Egyébként ez most egy olyan különleges rész, hogy miért azt nem tudom, de azért, mert egy karácsonyi montázsra készülök egy külön kiadás, ami kurva jó lesz. Vagyis hát még dolgozom rajta. Ojaj. Úgyhogy igen, még dolgozom rajta, hát mivel karácsony van, ezért, igen, ezért fogjuk. Viszont ide bebasszuk a cuccokat, tévéske, be, mivel néznék mi tévét, hanem a tévével, vagy mi, na mindegy. Hát akkor lebasszuk ide a cuccokat, spot, pot, hülyere. Fasz. Dobálsz neked, necfejű. Nes. Jogolj, bár meg ne dobálják. Necsem.
Fasz meg. Hát ezt valahol így ide gyönyörűen berakjuk. Így, ni. Ezt a vázát egy dobozra. What? Ne? Az igen. Várjál ide a medve csapdába. Na, oda tedd. Ide. Az ott mi? Van valami, nem? Paradicsom, basz! Basz! Itt a doboza. Itt a doboz nincs berúgva, majd be lesz egy óra múlva, nem? Gyönyörűen bepakolászunk. Ja, itt a seprő egyébként. Szóval tesszük. Ezt akkor ide tesszük. Ó, de az igen, de laza. Az ott fasza is lesz. Akkor ez a mai rész a ház berendezésről lesz egy ilyen kis óra. Ó, még egy váza. Ó, de szuper. Oda rakjad? Azért. Ez micsoda? Ébresztő óra. Hát ez is kell, várjál. Ide tesszük. Hát a víz az nagyon fontos. A kosárlabda is. Úgy, mi? Aztán behozzuk a izé a legfontosabbat. Hoppá. Az igen. Az igen, jó van. Kelek. Engedj ki. Az ébresztő óra ott van. Akkor azt ide tesszük. A kenyérpirítót ezt meg ide tesszük a vázlom elé, ezt is. Ezt inkább oda. Úgy, ez fasza is lesz. Nem, ezt így, ezt ide rakjuk. Az igen, de prón betettük oda, azt is. Ezt is még oda, hoppa, 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 oj, de pro. Várja, ezt nem ide kéne tenni, ja, akkor rakjuk a székre. Mondom, a székre. Amit nem értesz meg, hogy a székre, oda, ó, gyönyörűen. Akkor a fasz a kis kalapunk, azt oda, nem, mondjuk oda. Ajajajajaj. A bagos rendszer. Az igen! Nos, próbolt. Basza. Na mindegy. Van még cucca, amit be kéne hozni? Na most, nem vagy. Mi az Isten? Mi volt ez? Mindent behoztunk.
Ja, ez kimaradt. De úgyis valamit a szomszédtól át kéne hozni, valami dobozt, kukát, fűnyírót. Ez megfelelő, kajadarabok, ez is nagyon, nagyon tehetséges. Ezt letesszük, ezt, hogy ilyen kupisak vagyunk. Igen, ide a szemetet dobáljuk általában. Meg a ilyen, ilyeneket. Oh! Pam, 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 pam. Bang, 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 bang. Na most gyerek, egy kis cigány. Hát így figyelj, itt a cigány vagy a cigány. Hopp. Akkor megtudod, hogy a karma visszavár. Mit dobálsz te? Na, annyira nem is vagyunk most kupisak, vagy igen? Kupis Lajos. Vagy csinálok, nem egy szemetes zsákkel. Egy paradicsom, egy összegyűrt milyen milka. Meg egy ilyen. Köszi. Aztán majd még jövök, ha kérek, kell valami. Hát egy szemetes kukát ide azért leteszünk, hoppá, mondom ide azért leteszünk. Jó, hát kibagolt. Valahova. Gyerekek, azt a kurva élet, hogy tudjuk mi oda úgy betenni. Azt szépen rá a tetejét, ú, basszus. De süt a nap, süt a nap, süt a, süt a nap. Nagyon kupisak vagyunk. Hát ilyen szétdobálva, egy paradicsom, szemetes zsák. Na, mászunk. Te izé szemetes zsák. Ezt nagyon, nagyon olyan szépen rakjuk már le. Zsá! Így, ni? Így kell prón lerakni egy szemetes zsákot. És ide egy kosárat. Gyönyörűen berendeztük a mi kis házunkat, még hozunk kis dobozokat, meg kukkatetőt. Ja, igen. Na, azt mondja, hogy a kukkatetőt akkor ide letesszük, a dobozt azt ide, egyet és ide egyet. Aha, igen. Valahogy így aztán áthozzuk a két kukát is már a szomszédtól, és nem maradj semmi. Jajjaj! Ja, mondom, oda egy. Azt hittem már beszívta az end. Az igen! Na. Jó van, fasza. Így, ni! Végre tudtuk. Kösz. Az igen! Odasz, izé. Szélére. Na, kell valami még? Én úgy tudom, hogy nem. Hát ezeket még áthozzuk. Almacsutka, paradicsom, összegyűrt. De... Igen, igen. Egyre szemetesebb a házunk. Csak úgy köznöm veletek. Ez nagyon jó ez.
egy alma csutka oda, így gyönyörűen berakva. Na, mi kell még? Innen. Igen, és jelen pillanatban most minden kupi a milyenké, vagyis hát minden, minden a milyenké. Na, ez gyönyörű. Ez olyan, mint ha úgy lenne. Papír fecni. Pia, piás üveg. Úgy, ni, így kell azt. Doboz az ágyon. De valahogy fel kéne ugrani, de az nem, nem bagol be. Várja. Cű. Van, de cű. Oh, így, ni. Gyönyörű. Hát ez így már tényleg olyan vagyunk, mint a Kupis Lajos. Az egy ismerősöm, Kupis Lajos, azért hívják Kupis Lajosnak, mert hát nagyon kupis. Igen. Aztán ilyen kalapács félét, vagy nem. Onnan még valamit el tudunk vinni, mert akkor elvisszünk mindent. Óha, vannak itt dolgok. Futunk, mint a kergenyúl. És akkor milyen az összes kupi, vagy még nem. Ezt ide gyönyörűen lerakjuk az út közepére, hogy senki se tudjon közlekedni, vagyis hát csak mi lakunk itt, úgyhogy mi nem tudunk közlekedni. Hát úristen, gyerekek, olyan vagyunk, mint a Kupis Lajos, csak hát csak becézik, mert amúgy nem is kupis, de hát akkor ennek a videó címe az lesz, hogy Kupis Lajos. A Kupis Lajos. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kupis Lajos nevű kisgyerek, aki azért hívtak úgy, mert mindig kupis volt, amúgy nem is. Csak hülyeségből hívja így mindenki. Igen. Egyik barátomnak az ismerőse. És hát már nekem is. Jujjujjujjujjujj, gyerekek! Úristen, ilyen fotelt is hoztunk? Uff. Gyerekek, itt már tényleg Kupis Lajosok leszünk. Úgy kell, az gyönyörűen vágd oda, mint egy kis lovacska. Az így megfelelő lesz? Nem, valahol oda kéne a sarokba. Így, né? És... Gyerekek, kiugrunk a házból. Szőcske rúg a lába. Jön vuk, hip-hop. Hip-hop, böcsém. Nem hip-hop, hanem hip-hop. Szöcske okába. Hönvuk. Sebesen száll. Hát jó. Komolyan gyerekek, már Kupis Lajosok leszünk szó szerint. Amúgy már nagyon rég nem játszottam a játéktól, tehát félek tőle. Mikor tudjuk menni, azt nem. Mikor. Annyira kupisak leszünk, mint a Kupis Lajosak, mi már szó szerint Kupis Lajosok leszünk. Én ezt kibasz... Ajjajjajjajjajjajjajj! Gyerekek, mi volt ez itt? Ezt már is felejtettem, hogy így van. Már nem! Hát hisz, megold mindent a Kupis, Kupis, Kupis Lajos. Lajos, Lajos, aki nagyon, nagyon, de nagyon kupis, Lajos, Lajos. Az, ja, itt a izé bebagol doboz. Na nézzük, mi minden van még itt? Ezt nem tudjuk elvinni? Ne, de kell. Még be lehetett volna gyönyörűen illeszteni a házba. Hát ez tényleg egy kupis rész lesz. Lett. Úha. Várja. Második ez. De bebagolt a kukának, 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 a pam pam. Így. Ezt meg oda. Mondom. Oda. Mindegy, valahol elbagolt. Se baj.
már olyan okádék házunk van, hogy azt el nem hiszi senki. Nekünk van a legesleg okádébb házunk, ami nagyon jó, hisz okádékok vagyunk már mi is, lassan. Vagy ezt nem lehet felakasztani? Nem, de valahol elbagolt. A kalap, kalaty. Kupis Lajosok vagyunk, mi vagyunk a kupisok. Kupi. Na, nézzünk valamit még itt a szomszédban. Ó, gyerekek, úr, nem hiszem el, mi történt velünk. Este van. Akkor még estébb. És akkor legeslegestébb. Igen. Ez a mi délutánunk. Itt van a kalap egyébként. Hát nem tudjuk felakasztani, akkor az marad is ott. Mi vagyunk a kupisok. Mi vagyunk a kupisok. Haj, doboz. Ez hogy kerül ide? Ó! Ha! Bazd meg! Anyádat! De megijedtem! Sem az dolog, azt izé elkap. Kiraboljuk a szomszédot, gyerekek, nem. Most már nem mi leszünk a szomszéd, vagy na, nem ő lesz a szomszéd, hanem már mi leszünk tulajdonképpen, hát kiraboljuk. Mi vagyunk azok a rettenetesek. Mi vagyunk a kupisok, a pofádat befogod. Na mindegy. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy enni is lett volna ez a rész, de visszaviszünk egy pár cuccot neki, mondjuk a tévéjét. Mert ugye, hát tévé nélkül nem lehet élni. Némelyik. Kíváncsi vagyok, ha be... Ott a tévéd. Csak vissza akartam hozni. De itt a tévéd, vazze. Tévét elvette? Aha. Kukiba. Ah, az igen! A kukába kidobjuk! A kukába kidobjuk a szemetet! Szemetet, szemetet a kukába! Most hol mész be? Bro. Jó van! Ő tudja, hogy mikor kap el, és mikor akar, és mikor... De... Ja, visszavisszük a fűnyíróját. Mert hát az nagyon fontos neki. Ben vagyunk! Ebben volt valami? Nem. Bezárta. Köcsög. És ez most hogy, hol ment ki? Beragadtunk. Vagy nem? Várjál, én most látok innen. Ha vazze. Az igen.
Hát kiraboljuk honnan a csém. Bazd meg! Nem kell! Na itt lesz a izé tornyunk. A tévé torony. Már csak egy tévét kell elvinnünk. Szia! Szia! Hogy... Azt a... Gyerekek! Hát, komolyan mondom, mi vagyunk a kupisok. Itt a fűnyírója. Nem kell neki? De ugye? Mi a fasz? Valahogy rá akartam kattintani, és megevett. El vagyok én így, gyerekek. Mi van? Engedj már el. Na, szóval kiengedett ez a geci, és elkapott. Igen, szóval ez történt a vágásig. Ja. Ugye egyre hardabb a játék. Oh! Bozd meg! Nem kell! Szóval lehet elvinni. Van egy medves oda, nem? Mi volt az? Hát mi vagyunk a kupisok? Mi vagyunk a kapis vajos? Después de 150 años de historia en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo, grande, el más grande del mundo. No será suficiente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son los clientes. Úristen, úristen, tovább. Na, szóval szerintem ennek a résznek ennyi is lett volna. Hát, igen, ez nem volt igazi Hello szomszéd. Hát, igen. Mi vagyunk a kupisok. Mi vagyunk a kupisok. Hát, köszönöm a figyelmet.